Dicsértessék a Jézus Krisztust! A mai napon fájdalmas szűzanyát tiszteljük. Hallgassuk hát meg a mai napra rendelt Szent Evangéliumot, Szent János könyvéből. <kül> Nagy pénteken. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: íme a te anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezt az evangélium részletet Szent János könyvéből hallhattuk. Mai napon tehát fájdalmas szűzanyát tiszteljük. Ugyebár pontosan egy héttel ezelőtt volt a boldogságos Szűzmáriának születésnapja, amikor az ő kicsit küldetéséről, az ő, az ő dicséretéről és tiszteletéről elmélkedtünk, a mai napon pedig a fájdalmas Istenanyát tiszteljük, így még inkább megtekinthetjük az ő küldetésének a második felét, mert az ő küldetése nem csak abban merült ki, bár már ez is hatalmas dolog lett volna, hogy az Istent, mint embert, az Isten embert, Jézus Krisztust a világra szülte, hanem ő elkíséri Jézus Krisztust egész életútján keresztül. Az evangéliumokat, ha olvassuk, igazából <coughs> nagyon figyelmesen kell olvasnunk, hogy meglássuk azokat a pontokat, azokat a részeket, ahol a boldogságos Szűz Mária feltűnik. Mindig háttérben marad, de láthatjuk, hogy mégis mindig ott van fia mellett, amikor ő prédikál, amikor ő, amikor ő tanítványokat gyűjt maga köré, a kánai mennyegzőn is ott van például Szűz Mária, vagy amikor közben kell járni egy-egy betegért, illetve a legnehezebb és legfontosabb időszakban is ott van mellette, amikor a kereszten meghalértünk. És így láthatjuk, hogy Jézus Krisztusnak a küldetésében is részt vesz a boldogságos Szűz Mária. Így az ő megváltói küldetésében, mert őt lelkileg támogatja, igazából a boldogságos Szűz Mária is részt vesz, és éppen ezért valóban tisztelettel tartozunk neki. Mert segített Jézus Krisztusnak véghez vinni az ő küldetését. Lélegben támogatta őt. Szűzmária Mária tisztelete tehát fontos, de sokan szokták ránk katolikusoknak mondani, akik nem értik meg a a, ami Szűzmária, a Szűzmárióhoz való kapcsolatunkat nem értik meg, és ezért sokan mondják, hogy imádjuk Őt, de ez nem igaz. Csak Istent imádjuk, csak Jézus Krisztust imádjuk, valóságos Isten és ember, ugyanakkor viszont a Szenteket tiszteljük. Azért tiszteljük a Szenteket, mert ők megmutatják azt az utat, <kül> amiképpen Istenhez tudunk mi is jutni, illetve mivel ők már Istennél vannak, ezért az ő erekéig például, azok egyszerre vannak jelen itt nálunk, meg Istennél, és ezért szentség közvetítő erővel bírnak. A boldogságos Szűz Mária pedig, ő is tiszteletnek örvend, de ő a legmagasabb fokú tiszteletnek, ami még nem imádás, de sokkal magasabb fokú, mint, a, mint az összes többi szentnek a tisztelete. Kicsit beszélnék arról, hogy milyen a helytelen Szűz Mária tisztelet, utána pedig, hogy milyen a helyes. A helytelen az az, az hogyha nem is tiszteljük őt. Mert mondjuk azt mondjuk, hogy csak Jézus Krisztust imádjuk, csak őt követjük, az ő, az ő édesanyjáról pedig nem szükséges bármit is mondanunk. Ez azért helytelen, mert gondoljuk el, hogy mi miként állunk mondjuk az édesanyánkhoz, hogyha ő valóban gondoskodott róla, rólunk és valóban szeret minket, sőt, ha még ezt meg se tette, de, de megszült minket, akkor miként gondolkodunk róla? Hát szeretjük őt. Jézus Krisztus is szerette az ő édesanyját. És ha Jézus Krisztus szerette, sőt most is szereti az ő édesanyját, akkor nekünk ebben is követnünk kell Jézus Krisztust, éppen ezért nekünk is szeretnünk kell a boldogságos Szűz Máriát. Meg hát láthatjuk, hogy ott van a kereszten is Jézus Krisztus mellett, sőt, Jézus Krisztus ezt mondja János Apostolnak, hogy íme a te anyád, Szűz Máriának pedig íme a te fiad. És ez nem csak János apostolra ért, értendő, hanem Jézusnak minden tanítványára. Minden tanítványának, tehát nekünk is, azt mondja, íme a te anyád. És boldogság a Szűzmáriának pedig azt mondja, íme a te, te gyermekeid, a te fiaid és lányaid, akik mi vagyunk keresztények. A másik helytelen ö, <tosz> Szűz Mária tisztelet az pedig akkor alakul ki, hogyha istennőnek gondoljuk őt. Mert a Krisztus utáni 3. 4. 5. században kialakult ez a kifejezés, hogy Teotokos, vagyis Isten szülő, hiszen az Isten szüli emberként a világra, és ebből, vagy másokból, de sokan azt hiszik, hogy boldogságos szűzmeli a Isten, egy Isten nő. Ez is helytelen fölfogás, mert ha az lenne, akkor már miként, miként testesült volna meg a Jézus Krisztusban az Isten, hogyha Szűzmáriában is megtestesült, illetve ez egy nagyon zavaros lenne, valamint miként lenne nagy dolog az, hogy Jézus Krisztusban emberré lett, hogy már Szűz Máriában is emberré lett, illetve az Istennek pont ez a mindenhatósága, hogy ő Jézus Krisztusban lesz emberré. És a boldogságos Szűzmária pedig, hogy egy hogy boldogságos Szűzmáriától, mint egy igazi húsvér nőtől, húsvér embertől születik. Emberré. És éppen ezért nagyon fontos, hogy Szűz Mária ember volt, és az Isten még ezt is megtette, és meg tudta tenni, hogy egy, egy valóságos emberen keresztül születik valóságos emberként és valóságos Istenként Jézus Krisztusban a világra. Hogyan kell hát tisztelnünk helyesen a boldogságos Szűz Máriát? De egyrészt, hogy elfogadjuk, hogy Isten Jézus Krisztus, az Isten nekünk adta őt mint édesanyánkat, másrészt pedig úgy, hogy meglástjuk azt, hogy a boldogságos szűz Mária mindig Jézus Krisztusra mutat. Kedvenc imádságom az üdvözlégy Mária, hiszen annak a közepén Jézus szerepel. Az üdvözlégy Mária egy olyan imádság, ami egyszerre köszönti a boldogságos szűz Máriát, és imádja Jézus Krisztust. Az üdvözlégy Mária imádságnak a közepén igazából Jézus áll, nem a boldogságos szűz Mária, mert olyan ez, mint egy ékszer, ami, ami körbefoglal egy drága követ. És ennek az ékszernek az a szerepe, hogy, hogy foglalatba helyezze ezt a drága követ, de mégis a drága kövben csodálkozunk, azt szemléljük, és ugye a üdvözlégy Mária imádság közepé, közepén is ott van Jézus Krisztus, akit a világra szült, és ez olyan, ez az imádság, mint egy gyönyörű ékszer, aminek a közepén ott van a drága drágakő Jézus Krisztus. Úgyhogy így imádkozzuk ezt az imádságot is, adjuk meg a legnagyobb tiszteletet a mi édesanyánknak, a boldogságos Szűzmáriának, de imádjuk azt, akire ő mindig rámutat, azaz, hogy Jézus Krisztust, a valóságos Isten embert. Amen. Köszönjük szépen a testvéreknek, hogy segítenek minket, ezt megtehetik anyagiakkal is, a közösség szolgálati számon ezt meg tudják tenni, illetve lelkiekben is Isten kegyelmét közvetítve számunkra imádságaikban. Köszönjük szépen, ha ezt megteszik, hogy ilyen keddi napokon még sokáig tudjunk így együtt elmélkedni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!